Szia, nevem Richard, ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mit tegyél, hogy legyenek eredményeid online, tehát elkezdjél dolgozni, és tulajdonképpen mi a legjobb stratégia, hogy eredményeik szülessenek online. Tehát ebben a videóban tulajdonképpen az első pont és nagyjából a téma arról fog szólni, hogy a stratégia, tehát nagyon fontos, hogy legyen egy stratégiád, és azt gyakorlatba is ültesd, nagyon fontos, ne csak meglegyen a stratégia, hanem gyakorlatba is ültesd. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy tehát online dolgozva ez tulajdonképpen egy üzlet, amit úgy kell kezelni, mint akármilyen offline üzlet, ha van egy ABC-d, van egy üzleted, van egy műhelyed, van egy talán egy üzleted, ez lehet fodrászat, akármi. Ugyanúgy kell kezelni egy online üzletet is. Persze ugye nincs annyi gond vele, mint egy offline üzlete, de akkor is, tehát nagyon fontos, hogy úgy kezeld, tehát komolyan, mint egy valódi offline üzletet. Ez nagyon fontos, egy következő pont, amit fog kelleni majd használni, tehát használ egy platformot, amint majd fogsz dolgozni, tehát válasszál magadnak egy platformot. Mi az a platform? Hát ez lehet igaz, hát most ugye itt van a Facebook, tehát a Facebook. Hogyha te például jó vagy, jó tudsz írni, tehát van ilyen készséged, hogy írásban jó vagy, szövegeket tudsz írni, ilyen cikkekben, talán van tehetséged, és tudsz cikkeket írni, nagyon jó a blogolás. Elkezdhetsz blogolni, ez is lehet egy platform. Hogyha írásban jó vagy, itt lehet egy, egy következő pont, és például Facebookon posztolás, különböző posztok a Facebookon, ha jó vagy az írásban, akkor ugyanúgy ezt tudod hasznosítani, ezt a készséget. Egy másik platform, ugye Instagram, hogyha tudsz fényképeket készíteni, jó minőségi fényképek, ugye akkor a Instagramra ott van nagyon jó. Ha jó vagy a kamera előtt, ha például tudsz beszélni, de ez nem nagyon fontos, mivel meg lehet oldani úgy is, hogy ne kelljen filmezd magad, tehát vannak erre megoldások. Tulajdonképpen nekem van egy néhány videóm, hogyha megnézed a csatornámon, ahol beszélek erről, hogy mit csinálj, hogyha te nem akarsz megjelenni a videóba, és akkor azt fel tud használni, tehát teljesen nem probléma. De persze javaslom, hogy kezdj el, nagyon egyszerű, veszed ugye a telefonodat, és beindítod, és beszélsz, tehát ma ezt már nagyon könnyen meg lehet csinálni. Tehát nagyon fontos, hogyha használd a platformot, hogyha te jó vagy például a kommunikációba, beszélgetsz emberekkel, például Messenger, Facebook, akkor használd ugye bár a szociál médiákat, akkor használd ki, nagyon jól tudsz kommunikálni velük, akkor ezt a készségedet használd. Azért mondom ezeket, mert a következő pont az lenne, hogy használjad azokat a készségeidet, amiben jól vagy. Tehát mivel, hogy ugye sokan beszélnek ma már a személyi fejlődésről, általában a személyi fejlődés programokban, kurzusokban, tréningekben arról van szó, tehát itt van ugye a kisebb és nagyobb. Tehát ez nagyobb, tehát ez lenne az erős pont. Erős pont, és ez a gyengébb. Gyenge pont, hogyha neked van erős pontod, azok az jó, és hogyha például gyenge pontok, azok. Ugye. És általában ugye az ilyen személyiségfejlesztő programoknál
arra van, a hangsúly azon van, hogy ezeket a gyenge pontokat fejleszteni. És azért mondom, hogy ha te jó vagy, ahogy mondtam itt előbb, írásba, videó előtt, tehát vagy fotó készítésbe, fénykép készítésbe, és más ilyen dologba, akkor te arra hangsúly azon lenne, hogy te azt tedd jobbá, és még jobbá, és jobbá, és nem úgy, mint ahogy van a személyiségfejlesztő programokban, hogy próbáljuk abban, mi a gyenge pontjainkat próbáljuk erősíteni, nem. Itt tulajdonképpen azért nem, mert ez egy üzlet. Tehát egy üzlet, és itt nem lehet most erre, ezen legyen a hangsúly, hogy na most a gyenge pontjaidat próbáljuk, próbálja te most egy nagyobb szintre vinni. Tehát nem. Amiben jó vagy, azt használd, és azzal menj előre, ez nagyon fontos. Mivel, igaz, ahogy mondtam, ez egy üzlet, és ez egy online üzlet, és itt nagyon fontos, hogy tehát az erősségeidet használd, és azokat még jobban fejleszd, és legyél jó ebben. A következő pont egy fokuszálás, tehát nagyon összpontosíts, nagyon fontos, hogy összpontosíts, tehát fokuszálás, már nem is tudom, hogy hova írjam, tehát fókusz, legyen fókuszod, nagyon fontos, mivel hogy ez egy üzlet, és azért van ezen a hangsúly, mivel hogy nem egy-két nap, nem egy-két napról van szó, tehát nem egy-két napig van ez a stratégia, tehát ezt a platformot ugye nem egy-két nap, egy hétig, egy hónapig használni, hanem fókuszál hosszabb távra, mivel ez arról van szó, hogy ez egy üzlet, és nem lehet elvárni, hogy már az első nap, esetleg az első hét, első hónap, tehát próbálj több hónapra fokuszálni következetesen, tehát 5 hónap, 6 hónap, 1 év, de hogyha következetesen és állandóan meg fogsz jelenni, és csinálod ezt a munkát, akkor lesznek eredményeid, biztos. Fejlődsz, és lesznek eredményeid. Tehát én ezt javaslom neked, hogy fókuszálj, nagyon fontos ez a fókuszálás. El kell mondjam, hogy nagyon sokan már, tehát több ezren már így csinálják, ezeket a stratégiai pontokat használják, és így van, mondhassuk, 100 000 embereknek, akik online dolgoznak, van így eredményük, és tulajdonképpen megváltoztatták az életüket ezekkel a stratégiákkal. Tehát nagyon fontos, tehát hozzál létre tartalmakat, dolgozzál a szociál médiákon, használd online stratégiákat, és tehát gyakorlatba is kell ezt iktatni, nagyon fontos. A következő fontos pont a gondolkodás. Tehát, hogyan gondolkozol? Angolul ez a mindset, tehát legyen egy egészséges gondolkozásod, tehát ha kitűzöl magadnak egy célt, akkor azt a célt ne térd le az útról. Bármit, akárki mit mond melletted, hallasz innen, onnan ilyen olyan véleményeket, tehát hogyha egy célt kitűztél magadnak, akkor te fókuszálj arra, tehát nagyon fontos a gondolkozás. Tehát a gondolkozást ezt úgy tudod magadnak azon a sínen és azon a fókuszon tartani, hogy nem hallgatsz másra. Tehát a te fókuszod, esetleg nézi motivációs, inspiráló videókat, olvasál könyveket, nagyon jó könyvek vannak, ezeket ugye megkapod online is, le tudod tölteni és olvasál motivációs könyveket, ezek majd nagyon jó fognak segíteni, engem is nagyon segíteni. Minden nap kell videót nézni, motivációs videót, olvasni könyveket, tehát legalább 10-15 percet olvassál minden nap, mert akkor téged a helyes irányba tesz. Még akkor is, hogyha egy kicsit letértél, mert hallottál egy-két embertől, vagy próbáltak lebeszélni, de te, hogyha mondom, hallgatsz videókat, motivációs videókat, olvasol, akkor visszakerülsz a helyes sínre, és akkor tudsz menni előre. Tehát nagyon fontos a gondolkozás, a mindset, tehát hogy tudjál haladni. El kell mondjam, hogy
Ezeket a stratégiákat előre én sem tartottam be, és csodálkoztam, hogy miért nincsen eredmény. Nagyon fontos, hogy kire hallgatsz. Tehát nagyon fontos, hogy olyan emberekre hallgatsz, akik állandóan megjelennek online, akik állandóan ott vannak. Azok az emberek azt jelenti, hogy nekik van egy céljuk, el akarnak valamit érni, és nagyon fontos, hogy olyan emberekre hallgass, akiknek már van eredményük. Tehát nekem, én is, amíg nem kezdtem olyan embereket követni, akiknek van eredményük, és már ugye megjelennek, huzamosabb ideig online jelen vannak, addig nekem sem volt eredményem, és csodálkoztam, pedig azt mondtam, hogy hát én tudom a marketinget, tudom, hogy kell videót csinálni, tudok ilyen-olyan dolgokat csinálni, tehát nem kell én másra hallgassak. És bizony nem volt eredményem. De amikor elkezdtem, elmondták, hogy mit kell csinálni, és gyakorlatba is ültettem, tehát én meghallgattam, gyakorlatba ültettem, és akkor így lettek az eredmények, és ez így lesz veled is. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a stratégiákat betartsd. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna. Akarod tudni az első számú ajánlatomat arra, hogy hogyan keress pénzt online, akkor a videóm alatt van egy link, ott megkapod az összes információt. Erre tulajdonképpen van egy ingyen videó, egy tréning videó, ami majd megmutassa, ami erről szól. És akkor ennyi volt, köszönöm, hogy nézted a videót. Találkozunk a következő videóban. Minden jót kívánok, és szia!